Szervusztok, bogyókáim! Eljött a legújabb túravezetésünk a Titánfalba, a Koloni nevű mapon! Öljünk szét mindenkit, micsoda izgalmak, 3 kontrollpont, 6 ellenfél és rengeteg bot. Jaj, Istenem, imádom a botokat ölni. Itt is egy, és hogy meghal szegény. Zárány, sétlány, nyomorult, jószág. Nem, be is foglaltuk az át, már is megyünk tovább a B-re. Kicsit elkalandoztam itt az elmém zavarába. Na, azt mondja, hogy hát már látható, hogy elkezdték húzni a drága jó ennemik a B-pontot, ezt a csík mozgásából figyelhetjük meg, és már is ott van egy illető úriember, egy gránát, ó, egy bot is próbál behatolni, még egy gránát, ó, és... Most megöltünk valakit, vagy nem öltünk meg valakit? Ja, nem öltünk meg senkit. Na hát, és húzzuk vissza a B-t. Közben becsatlakoztak a drága jó fajtások is, és így jött egy úriember, hát szegény, hát nem lettem volna a helyébe, mert hát kapott sörétessel az arcába, és úgy látom, valami szénnészerűségekkel próbálkoznak itt a drága jó úriemberek, és ott a tetőn egy illető úriember, ugyanaz, akit az előbb a sörétessel megöltünk, hála a égnek most nem tudott velünk végezni, és hát most nem tudom mi történt, de felrobbantották a szénnégyet a drága jó kollégáim. 2 kontrollpont van a mi kezünkön, az állás jelenleg 39 tikett a mi javunkra, és hát 31 a eleminek a oldalán. És továbbra is tartani kellene a 2 kontrollpont előnyünket. Egyelőre itt a B-t próbálom megvédeni. Kisebb-nagyobb sikerrel, mert hát sehol semmi. De a botok mászkálnak itt a környékemen, ami egy kicsit zavaró is. Magamon nyomom a láthatatlanságot, mert hát jó az, hogyha van. Kinézek itt oldalt, mert általában erről számítunk ellenséges erőmozgásra, és persze, hogy mögöttem volt az illető úriember. Olyan gyors volt, hogy feljött a lépcsőn, és nem vettem észre, hát igen, de már is jövök ide vissza a B-re, mert hogy elkezdte megint húzni az illető úriember, úgyhogy jön a következő gránátos módszerem. Mert hát igen, én a B-nél bizony gránátot szoktam használni, és vagy sül, vagy nem sül, és mindjárt kiderül, hogy sül-e. Azt mondja, hát sikerült végezni az illető úriemberrel, meg hát jöttek rám ezek a botakár micsodák is, és húzzuk vissza a B-t. Hát az A és a C van a mi kezünkön, a B az hamarosan beszürkül, és továbbra is tartjuk az előnyünket az enemi csapattal szemben. És megint próbáltuk itt feljönni a kedves úriemberek, de hát már megint megsemmisítette az egyik kollégám azt az illetőt. És lassan lejönnek a titánok is, és izgalmasabb lesz így az összecsapás. Ó, ott van egy úriember, de hát itt van még egy. Úristen, itt volt még egy úriember. És ezek a putok olyan sűrű mozognak itten, és köztük a drága jó játékosok, bármint pilóták. Ó, és megint itt van egy úriember. Ó, szerencsétlen. Na hát ezt meg le is késelték, felugrunk ide a célra, amit már is elkezdtük vissza behúzni. És hát, szegény, ő is megpusztult, jó van, eddig jól áll a szénánk. Húzzuk a célt, azt hiszem az ott egy, hát az nem egy bot volt, hanem egy drága jó enemy. Na de se baj, lejöhet a titánunk. Ó, jó dolog a titán, bizony, már is ott van egy ellenfél. Lehívom neki a titánomat, hogy játszadozzon el vele. Én meg szépen gyalogosan megyek a B-re. Szépen behállítom automata üzemmódba, mert hát dolgozzon a titánnal az, akinek kam volt az anyja. Jaj, na, de be kéne hatolni a B-re, csak hát merről kéne támadni. Azt mondja, nem innen, nem innen. Ott van egy bejárat, ott lövöldözött is valaki. Jó van, azt mondja, ott van valaki, nincs valaki. Sehol sem. Jó van, hát akkor jöhetnek én ide, hát foglalkozik itt az elemi bevédeni a kontrollpontot. Hát minek is az, nem is értem. Nincs is kontrollpontjuk, hát komolyan mondom. Na, és befoglaltuk a B-t, hát a C az most szürke. És itt van egy baráti titán. Jó van, hát akkor annak a hátán könnyebb lesz eljutni a A pontról B pontra, illetve C-re. És már is itt vagyunk, húzzuk a zászlót. Na hát ezt a pontot azért védte valaki. Hát C4-ezni próbálnak a drága úriemberek, és hát ez nem C4, hanem valami univerzális technológiával megáldott drága a jövőbeli futurisztikus fegyver, ami kísértetésen emlékezhet a C4-re. Hát igen, közben egy titánnal is kellett nekem hadakozni, és hát hamar elvéreztem én ebbe a csatába, de már is megint itt vagyunk a C-n. Nyomtam egy gránátot a biztonság kedvére, és mintha valaki kidugta volna a fejét, aki most szörnyűségesen elhalálozott sörétes fegyver golyózápora által. És szürke a cél, jó van. Hát a jelenlegi állás az 208-9 nekünk, illetve 82 tiket van a enemynek, úgyhogy hát igen. Most egy kicsit jó ez a küzdelem, mert nem nagyon kell szenvedni semmivel, és még a titánom is éldegél.
Ja, úgyhogy ő is szépen ellazsálgatott a pálya valamelyik részén, menni kéne az ára, úgyhogy... ott egy enemy titán, mi a madó, és nincs benne senki. Hát ez is egy érdekes történet, mindenesetre sikeresen felmásztam a hátán itt a tetőre, hát a... én titánom látható módon el fogom foglalva, azzal, hogy megsemmisítse a pálya környékén található létformákat. És egyre jobban közeledünk az A-hoz, hát most pont nem sikerült beugranom oda, ahova szerettem volna, de jó lesz, hogyha az ajtón keresztül behatolok. Azzal is tökéletesen ki leszek békülve. És visszafoglaljuk az A-t, mi a manó? És hát az ellenség az meg a C-t szerezte meg magának. Hát idáig folyamatosan megy ez a kőkemény technika. Stratégia mindenek fölött mindig az a lényeg, hogyha Headpoint Domination-t játszotok, ugyanúgy mint a BF-ben, hogy mindig nektek kell, hogy több kontrollpontotok legyen, mint az ellenfélnek. És már is mielőtt elkezd villogni az egyik pontotok, abban a minutomban meg kell próbálnotok bizony. Ó, hát én meg erre azt hittem, hogy egy pilóta, na mindegy. Meg kell támadni egyből azt a pontot, ahol a legkevesebb enemit sejtitek, tehát aki nem védi azt a területet, mert hát így lehet a legegyszerűbben mindig kicseszni az ellenfőle, mindig megy befoglalni egy pontot, és ott örül magának, hogy sikerül befoglalni, és mindig azon kell észrevegye magát, hogy kettő van a ellenség kezén, és hát hiába próbál egy pontot foglalni, a társai nem végzik a feladatukat, akkor bizony hát elhalálozik. Ó, és ott van az úriember, és sikerült kivégezni. Jó van. Úgyhogy húzzuk vissza a B-t, de mint láthatjátok, addig szövegeltem én is szépen, hogy a kedves társaim bizony elhanyagolták a kontrollpontok megvédését, illetve befoglalását. Úgyhogy hát most a C van szürkén, meg a B van szürkén. És most az a kérdés, hogy az milyen kézzel lesz rövid úton. És azt mondja a B, hát azt már befoglaltuk, a C az még mindig szürke, hát én megyek az A-ra. Úgy néz ki, hogy a B-t, vagy hát a C-t azt nem sikerült megszerezni, ez már egy titán megint szépen, hát egy titán általi halált végeztem. Igen, úgyhogy már nem kell most megint az A-ra, de hamarosan az ellenség meg fog menni a B-re, úgyhogy megint most én kerültem szorult helyzetbe. Látható, el is kezdett villogni a B. Úgyhogy hát ha csak nem jár arra közelbe valami jó képességű kollégám, oh, szegény bot. Nem volt elég gyors. És ahogy ők se. Hát igen. Annyira kiszámíthatóak ezek a botok, de komolyan mondom, hát kicsit több craftot vihettek volna bele, mert rettenetesen hülyék. Hát most komolyan mondom, mennyire szinten kell noobnak lenni ahhoz, hogy ezeket ne tud megölni. Szóval, hát na mindegy. Jaj. Kicsit izgalmasabb is lett volna a játék. Megint lehívom a titánomat, na. Közben szákózatnak ide elém ezek a drága jó jószágok, úgyhogy lövöm is le őket, de hát közben meg már megint a pilóta itt mászkál. Semmi gond, majd a titánom elintézi, reményeim szerint. Én meg megyek szépen a B-re. Azt mondja. Ó, oh, és ez tényleg elintézte, kurva jó. Aha. Na, hát azért a titán legalább annyira nem hülye. Na, hát az A-nál nincsen senki. Úgyhogy már is megyünk a B-re. Hát 354 tikettünk van, úgyhogy rövidesen vége lesz a körnek, ha csak az ellenfél nem húz bele nagyon gyorsan. És mit látható, bele is húztak egy minutumnyi ideig, hisz a B-t azt befoglalták, úgyhogy csak egyetlen egy pontunk van jelen pillanatban. Nyomok ide pár gránátot, hát ha sikerül végeznem valakivel, de már megint csak a botok voltak itt. Á, semmi probléma, de itt van az én botom, és hát miért itt elszálltak egymással, vagy mi a jó szánk, na mindegy. És beszürkült a B, már is mindjárt meg lesz a két kontrollpont előnyük, és a T is elkezdett villogni, bár most ha minden igaz, az megvédte az ellenség, és húzza vissza szépen azt a pontot. De hát vesztére, mert hát azért még mindig a mi két kontrollpont előnyük van itt a helyszínen. És azt mondja, itt még egyelőre sehol semmi, elkezdett lepörögni a C. Ó, és ott megy a drága úriember, a tetőn próbál araszolni, ha vesztére. Ó, és ott van még egy titán. Hát vele ki kéne egy kicsit babrálni, letépjük ezt a panált itt, ilyen, oj, ágy, puf, még a hát nem, meg csak belelőni se tudtam. Á, fanajbe. És van megint lenyúlták az összes sportunkat, hát menjetek már a mennykübe, én meg már azt hittem, olyan könnyű dolgom lesz ezen a mapon. És húzzuk vissza a C-t, hát ez rövid úton mindjárt befoglaljuk, aztán mehetünk vissza a B-re. Istenem, hogy ezek milyen jól áll vannak egymással. És még a végén lehet, hogy szívni fogunk, de hát csak nem. Annyira azért noobok, csak nem vagyunk. És ott van mi? Ott egy úriember. Tudtam, hogy jönni fognak azért ide a célre kicsit incselkedni. És ott egy autotitán. De jó. Valahogy ki kéne ezzel babrálni. Na nézzük. Tépjük le a panelt.
távolítsuk el a piros kábelt, és lőjük hatály. Jó, sikerült, sikerült, és victory! Ó, de jó vagyunk! Na, most jöhet a epilógus, Istenem, végezzük ki mindenkivel, aki még nem halt meg. Milyen humánus játék, hát igen. Emberjogi bíróságok biztos értékelnék ezt a dolgot. Megnyertük a csatát, és még azért öljük meg mindenkit. Na hát, azt mondja, hogy mára van a kimenekítési pont, hát tőlünk 110 méterre, úgyhogy közelítsük meg egy kicsit jobban, és ügyeljünk arra, hogy ne találkozunk közben ellenséges titánokkal. Hát de mondjuk most gondolkozok, hogy nekem itt lehívható a titánom. Hát túrót foglalkozok én itt ezével, mászok oda. Hát majd oda megyek titánnal, emberek, azt figyeljétek. Jó, pucs, akkorát püffen, Istenem. Na hát, és beleültünk a titánba, nézzük, hogy mit tesz még itt az ellenség. Ott egy titán, hogy de siet szegencsétlen úriember. Kiszállt a titánjából bele az abba a hajóba. Elméletileg azt szét lehet lőni, de hát egyedül kicsit kevés vagyok hozzá, úgyhogy nem is erőlködök. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a titánfalt túravezetésem újabb epizódját. Találkozunk a következő részbe. Addig is, sziasztok, és jó gyilkolászás mindenkinek. Hello!